Jön az év legfantasztikusabb szabadtéri lóverseny eseménye, érdemes lesz kilátogatni a Kincsen Parkba augusztus 21 és 23-a között. Ekkor rendezik meg ugyanis a derbi és divat hétvégét, Magyarország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét. A futamok mellett a divat bemutatók az esemény harmadik napján lesznek. Itt például a kalapok is főszerepet kapnak majd. Ahogy nálunk is mindjárt, egy kis meglepetéssel is készültünk, egy kis ízelítővel ebből a bemutatóból, de előtte átadom Tita Nillának a szót. Így van, nagyon látványos lesz a következő néhány perc, ajánlom mindenki figyelmébe. Vendégeim most Tóri Hajnalka, a Kalap Designer és Krebs András, a Kincsen Park marketing vezetője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És itt van velünk hat gyönyörű lány, hat csodálatos kalapban, név szerint Csemez Laura, Ásványi Jászmin, Horváth Jennifer, Vaskó Dorina, Kol, Kit és Gál Mária, őket is láthatják majd a nézők. De akkor induljunk el onnan, hogy derbi lesz ez a hétvége, mitől több ez, mint egy verseny? Derbi a versenyek versenye, mondhatjuk az elmúlt néhány száz évben Angliából indulva kialakult ez a fantasztikus verseny. Nálunk Magyarországon a Kincsen Parkban, hazánk egyetlen lóverseny pályáján egy hétvégében próbáljuk a Kincsen Park három szakágát összerakni. Így aztán már pénteken kezdünk, 21-én akkor lesz az Agár Derbi, ez a legfiatalabb szakágunk, többek között szépségversennyel egybekötve, aztán szombaton az ügetőké a főszerep, vasárnap pedig az angol telivéreké, és szombaton és vasárnap természetesen a közönség és a divat, amire figyelünk, vasárnap pedig egy egészen különleges divat bemutatóval várjuk majd a kedves érdeklődőket. És hát ez nem csak egy derbi, nem csak egy versenyek verseny, hanem egy igazi társadalmi esemény, és ennek is szánják, hogy ápoljuk ezt a gyönyörű hagyományt. Miben illik itt megjelenni, mi az etikett? Mindenképpen gyereknek, férfinek, nőnek nagyon elegánsan kellene megjelenni, szeretnénk is, ugye, hogy így jöjjenek a látogatók, ezért is van a kalapverseny, hogy nagyon sok ajándékkal készülünk azoknak, akik készülnek erre az eseményre. Szeretnénk, hogy méltóan a legszebb és legelegánsabb nyári rendezvény legyen Magyarországon, és egyébként bárki, aki kilátogat, mindenki el tud, hogy egy impozáns helyszín, tehát ezt meg is kell neki adni. A hölgyeknél van a nagyobb szabadság, de náluk ugye a fantázia az határtalan, a férfiaknál azért szűkebb ez a mozgástér, de az elegáns kalapok, a nyári kalapok azok mindenképpen náluk is vissza kell, hogy köszönjenek, és a gyerekeknél ugyanez kisméretben. Itt mik a trendek egyébként? Vannak trendek a kalapviseletben? Itt most közben látjuk a lányokat, igen, akik bemutatják. Anglia ugye az ős hazája ennek az egész dolognak. Az Ascoti derbi. És a Royal Ascot, így van, mint megtudtam, az nem derbi, az a Royal Ascot. Ja, értem. Exxonban most... van a derbi, és a Royal Ascot az pedig egy ötnapos lóverseny és divat bemutató, de mind a kettő nagyon fontos. Igen, ezt most akkor én is megtudtam, hogy az nem derbi. Én is tavaly tudtam meg, így van. A nőknél ugye van vagy egy letisztult vonal, vagy egy nagyon extrém vonal, de a derbik azok mindig a legextrémebb megjelenést mutatják, hiszen ez onnan indul, hogy 200 évvel ezelőtt, hiszen ugye Magyarországon is ugye jó 200 éve van lóverseny, nem volt más társadalmi esemény, ahova a nők kiöltözhettek volna, és ezt ragadták hát meg, innen és ered ez. Itt élték ki magukat, és ugyanez a mai napban is, hogy ugye a modelleken látszik, hogy ilyen nagyon különleges, nagyon feltűnő, nagyon extra, hiszen szabad tér, tehát meg is adta azt, hogy volt tér, ahol ezekkel meg lehetett jelenni, nem úgy, mint egy fedett teremben, bár ugye a régi báltermeknél azért volt belmagasság, de akkor is a szabad tér az mindig a volumenről szól. Nagyon komoly díjakat is osztanak, tehát ugye a kalapszépségversenyre, jól tudom, bárki nevezhet, van, és nagyon szép díjakat lehet. Így van, pontosan azért nagyon magyar dizájnereknek a nagyon értékes és szép ajándékaival fogjuk díjazni 10 kategóriában azokat a vendégeket, akik egyszerűen csak egy matricát bevállalnak azért, hogy szeretnének megmérettetni, és jelentkeznek a kalapversenyre, szombaton és vasárnap is, mind a két nap ugyanez a 10 kategória, ugyanannyi ajándékkal, rengeteg csodás, értékes dologgal próbáljuk megköszönni azt, hogy ők
készültek erre a szép eseményre. És hát ezen kívül ugye a legnagyobb családi esemény is, tehát a gyerekektől kezdve mindenkinek próbálunk különböző programokat kínálni, hogy ezt a széles időintervallumot kellemesen el tudják tölteni. Ugye a sport része is nagyon érdekes lesz, és ezt elárultam nekem adáson kívül, hogy egyre többen érdeklődnek ez iránt. Tehát egyre többeknek jelent ez szórakozást, és egyre többen mennek ki ilyenkor a Kincsen Parkba. Abszolút nyugodtan mondhatjuk, hogy a ló reneszánszát éli, szerencsére a teljes magyar vertikumban, és maga a lóverseny sport, illetve egy ilyen lóverseny ünnep az abszolút egy jó családi rendezvény is. Pénteken ez az esti időpont lesz, amikor érdemes kilátogatni a Kincsen Parkban, szombaton, vasárnap pedig délután várjuk a családokat, és ezt nagybetűvel mondjuk, hogy családokat, hiszen a mama legyen csinos, apuka is azért öltözön az anyukához, és akkor onnantól kezdve már eldőlt, hogy a gyerekek is hol töltik a délutánt. Vasárnap lesz ingyenes állatsimogató, van egy játszóterünk, és hát akik szeretik az állatokat és a lovakat, azok jól érzik majd magukat. Akik komolyabban érdeklődnek ugye a különböző sportágak iránt, kiket láthatnak majd, kik lesznek az indulók között, akikre érdemes lesz odafigyelni? Hát a vasárnapot említem akkor gyorsan, ja, akkor futjuk a telivéreket, az gyakorlatilag lesz a csúcsa a hétvégének, 98. magyar derbi, a 3 évesek legfontosabb erőpróbája. Van egy Bank nevű angol telivérünk, aki a nemzeti díjat nyerte meg, van egy Arctis nevű, aki egy másik előkészítő versenyt nyerte meg, az alagi díjat, és van néhány olyan aspiráns, akikkel elkerülték egymást, úgyhogy majd itt fognak találkozni 23-án majd kora este. És még hajnal kettőn annyit szeretnék kérdezni, hogy aki készül ki, az mire figyeljen oda? Itt láttuk a lányokon, hogy a ruhák viszonylag letisztultak, egyszerűek, és a kalapok nagyon különlegesek. Mire érdemes figyelni, hogy jó legyen az összhatás, és esetleg a versenyen legyen esély? A nem véletlenül ugye letisztultak a ruhák, mert az extrém fejfedőhöz jobb egyensúly szempontjából, ha egy egyszerű letisztult vonalvezetésű ruha van. Tehát itt a fejen van a hangsúly, ezért a hozzá kapcsolódó öltözék, az jó, ha egyszerű, és mindenkit bátorítok arra. Tavaly is a fantasy kategóriától kezdve olyan sokféle megjelenés volt minden kalapimádónak. Ez egy tökéletes esemény arra, hogy végre pompázhasson a kis kincsében, ha kijönnek a derbi hétvégére. Reméljük, hogy minél többen így fognak tenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük. És természetesen köszönjük a lányoknak is, hogy bemutatták ezeket a gyönyörű kreációkat. Köszönjük, várunk mindenkit. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, én most elköszönök, legyen nagyon szép a napjuk, holnap találkozunk, viszontlátásra.